Köszöntöm nézőinket, friss híreket hoztunk, nézzük, melyek a fontosabbak. Jövő hét 2 lesz elérhető a harmadik emlékeztető koronavírus elleni oltás a Gyergyószentmiklósi Oltóközpontban is. Laptopokkal és okos táblával gazdagodott a 100-szor szép napközi otthon felszerelése. Növekedhet a hőszigetelt tömbházak száma Csíkszeredában, továbbra is remélik a lakószövetségekkel való jó együttműködést. Jövő hét 2 lesz elérhető a harmadik emlékeztető koronavírus elleni oltás a Gyergyószentmiklósi Oltóközpontban is. A Pfizer vakcinájával oltanak be mindenkit, aki legalább 6 hónapja megkapta a második dózist. Az oltási kampányt koordináló országos bizottság úgy döntött, hogy szeptember 28-ától lehetővé teszi a harmadik adag oltás beadását mindazoknak, akik már beoltatták magukat a Pfizer-BioNTech, a Moderna vagy az AstraZeneca vakcinájának első 2 dózisával, és a legutóbbi oltás óta legalább 6 hónap telt el. A Gyergyószentmiklósi központban is lehet majd jelentkezni, vagy lehet igényelni a mobil csoport kiszállását. A harmadik oltás ugyanúgy működik, mint az előző 2, csak Pfizert kapnak. Az oltóközpont 8-tól, reggel 8-tól este 8-ig lesz nyitva, már hétfőtől. Jelentkezni lehet vagy a platformon, az országos platformon keresztül, vagy minket felhívnak telefonon és egyeztetünk az igények szerint. Nekünk talán ez lenne a legkedvezőbb, vagy pedig egyszerűen eljönnek az oltóközpontba és beoltjuk őket. Bárki jöhet kérni a harmadik oltást, tehát természetesen, hogy előnyben részesítjük az idős otthonokat, meg a sérülteket, stb., de a 20 évesek is nyugodtan jöhetnek, bárki jöhet, aki március 28-a előtt kapta be a második oltását. A harmadik dózis után már sokan érdeklődtek. Általában véve is növekszik az oltakozók száma az utóbbi hetekben. Én úgy vettem észre, hogy ha nem is a fénysebességével, de növekvő tendenciát mutat, mert például ma is a platformon keresztül volt talán 6 jelentkező, de ezen kívül már 10-et beoltottunk. Tehát azt jelenti, hogy a mai napon is el fogjuk érni a 20 feletti oltást. Ami nagy dolog ahhoz képest, hogy olyan nap is volt, hogy egyet se oltottunk. Hétfőtől ismét reggel 8 és este 20 óra között tart nyitva az oltóközpont. Országszerte az elmúlt 24 órában 7095 új fertőzést állapítottak meg, közel 54 000 teszt feldolgozása nyomán. 22 megyében 100 feletti az új fertőzések száma. Tegnap óta 113 újabb halálos áldozata volt a járványnak. Kórházban 9078 beteget kezelnek, közülük 1067-et az intenzív osztályon. 244 kiskorú van kórházban, 16-an intenzív osztályon. Laptopokkal és okos táblával gazdagodott a 100-szor szép napközi otthon felszerelése. A megyei tanácstól pályázati úton elnyert eszközöket ma délelőtt adták át az intézményben. Alapítványán keresztül pályázott a Fogarasi Mihály általános iskolához tartozó 100-szor szép napközi otthon a megyei tanácshoz. Bár először fordultak támogatásért az intézményhez, megkapták a kért segítséget. 100-szor szép alapítvány, ami az óvodák mellett működik, először kiemelni, először pályázzuk a megyei tanácshoz. Más pályázatunk még volt, de ez az első a megyei tanácshoz. És ez az online időszak hozott jót is, rosszat is, negatívumot, még pozitívumot, de egy csomó mindent tanultunk, új platformokat, ötlettárakat, eszköztárakat, amit felfedeztünk, amit muszáj volt felfedezni online tanítás közben, és ezeket szerettük volna használni továbbra is, de úgy, hogy élőbe behozni az óvodába. Ezért pályáztuk a megyei tanácshoz didaktikai elektronikus eszközökre.
Minden csoport kapott egy-egy laptopot, és intézmény szinten pályáztunk egy interaktív okos táblára. Gyakorlatilag minden fejlesztési területen tudjuk használni. Az új ismeretek behozásához, de gondolok a begyakorláshoz, gondolok egy román leckénél, hogy amikor megtanultuk, utána be tudjuk gyakorolni, hallhatjuk, egy kicsit visszahangjuk, beteszünk egy román éneket, vagy egy gyakorló, egy párbeszédes szöveget, de mondom, nem csak románból, minden fejlesztési területen. Az interaktív tábla, ugye egy kicsit érdekes, hogy óvodában interaktív tábla, kipróbáltuk már, és olyan érdekes, hogy csak egy példát veszek, például matematikából, ha alkotunk egy feladatlapot, most gondoljunk például színekre, vagy mértani formákra. Gyakorlatilag van neki egy ceruzája, amivel kivetítjük a nagy táblára. A nagy táblán 2 méterszer 1,50-es, ami azt jelenti, hogy nagy, egy fél falat betakar. Nagyba ki tudjuk vetíteni. Jön a gyerek, és az interaktív táblán ezzel a speciális, úgymond ceruzával oda tudja húzogatni, akár az újocskával látja, nagyba, színesbe, ki tudja egészíteni, párokat tud keresni. Az eszközök átadásán jelenlevő megyeelnök további támogatás igénylésre bíztatta az intézményt. Vannak az óvodák, iskolák, ahol didaktikai eszközök, a laboratóriumok felszerelése. Ugye akár itt vagyunk ennél a napközinél, a Fogarasi Mihály napközinél is látjuk az udvaron az elemeket, amelyek 1971-ben, tehát még meg sem voltam én születve, amikor ezek itt megépítésre kerültek. Tehát, illetve látjuk a belső szempontból is azokat a szükséges eszközöknek a hiányát, amire van igény. És lehet, hogy innen onnan kikerülhetne, de mindig azért egy többletértéket ad az, hogy egy pályázati rendszeren keresztül összefognak a szülők a pedagógusokkal, és akkor eszközöket, ruházat, például népviselet, sok iskola tekintetében a népviseleteket támogatjuk, már például Orotvában egy ilyen átadás is lesz, illetve taneszközöket, felszereléseket igyekszünk támogatni, segíteni, illetve az erdei iskola programon keresztül szeretnénk azt elérni, hogy minél több gyerek a hegyi mentőink segítségével is a természetben tanuljanak meg boldogulni. És hát elég széles az ifjúsági programunk, és az az igazság, itt egy erdélyi medencében nagyon sok iskola, óvoda élt ezzel a lehetőséggel, és ez számunkra egy öröm, mert ez a közpénz, ahogy látható itt is, nagyon jó helyre került. A 8200 lejes támogatáshoz 900 lejnyi önrészt tett az alapítvány, ebből szerezték be az eszközöket, amiket mi hamarabb szeretnének beüzemelni. Az óvodába járó gyerekek rövid kis műsorral mutatták meg, jó helyre került a támogatás. Újabb járatokat indít a Wizz Air légitársasága a marosvásárhelyi Transzilvánia repülőtérről. A Diszkont légitársaság október 31-től bővíti Marosvásárhelyről induló járatait. A budapesti járat heti 2-ről 5-re bővül, azaz hétfőn, szerdán, csütörtökön, pénteken és vasárnap is lesz Budapestre tartó repülőjárat. Rómába a jelenlegi heti 2 alkalom helyett heti 3 alkalommal lehet majd repülni. Ez szerint az eddig keddenként és szombatonként induló római járat novembertől már csütörtökönként is felszáll a marosvásárhelyi repülőtérről. Közeleg a szülőföldön magyarul pályázat leadási határideje, ezért aki még nem postázta az igénylést, mi hamarabb tegye meg, hívja fel a figyelmet a program koordinátora. Az oktatási nevelési támogatást még alig 1 hétig lehet kérvényezni. Még 1 hétig igényelhető a szülőföldön magyarul program oktatási nevelési támogatása, legkésőbb szeptember 30-áig lehet még feladni a kéréseket, figyelmezteti az érintetteket a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége. Adi Kovács Ferenci Noémitől megtudtuk, augusztusban is folyamatosan érkeztek a támogatási kérelmek a programra, az iskola kezdéssel pedig megnövekedett a beküldött igénylések száma. Jelenleg körülbelül 54 000 kérelem érkezett be, és még több pályázóra számít
számítanak a hónap végi határidőig. Mivel az idén a felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak szánt támogatás értékét megnövelték, az egyetemisták részéről is az eddiginél több pályázat érkezett. Eddig beérkezett 54-55 ezer levél körül, és ez úgy körülbelül a felénél egy kicsivel több. Most itt, ami változni fog, és azt nem tudjuk előre igazából, hogy a hallgatói pályázat mennyi lesz. Ugye lévén, hogy az idéntől nagyobb az összege, tehát hogy ugyanannyi lett az összege, mint az oktatás nevelésének. Sokkal több hallgató érdeklődött és fog pályázni. Az RMPS munkatársa elmondta, noha tavaly a korlátozások a kérelmek feldolgozására is hatással voltak, idén a megszokott módon haladnak, és nem sokára elkezdik a támogatási igénylések feldolgozását. Vélhetően decemberre sikerül befejezniük a több tízezer kérvény összesítését, majd januárban kerülhet sor az esetlegesen hiányzó iratok pótlására. A magyar állam egyébként tervezi a támogatás kiterjesztését a bölcsődéskorú gyermekekre is, várhatóan jövő évtől egy másik pályázat keretében. Bízik a lakók partnerségében Csíkszereda város vezetése, ugyanis a jövő évben is folytatnák a jelenleg is zajló tömbház szigetelési munkálatokat. Hosszú távon ez a megoldás is megtakarítást jelenthet a háztartások számára. Jelenleg is zajlik Csíkszeredában a tömbházak hőszigetelésének kivitelezési programja. A városban 296 tömbház van, amelyeknek 34%-án már elvégezték a szigetelési munkálatokat. Egy újabb 21 tömbházat érintő uniós szerződés sorozatot írtunk alá, ezeknek a kivitelezési munkálatai elkezdődnek a jövő évben. Viszont ami nekünk a legfontosabb, hogy a következő 7 éves ciklusban ismételten egy nagyobb szabású a tömbházakat érintő programmal tudjuk erősíteni ezt a folyamatot. Ezért most szeptember 10-éig felkértük a lakószövetségeket, hogy minél több tömbházra jelentkezzen ebbe a programba, hogy mi is tervezzünk. A következő évekre sokkal több uniós forrás lesz tömbház szigetelése, mint ami eddig volt. A DNV-ig megtapasztaltak az önkormányzatok és Csíkszereda is. Bármennyire is sikeresek voltunk eddig, a siker az azon múlik, hogy van elég jelenkező, hogy jól együtt tudunk-e működni, hogy jó kivitelezőket találunk-e, és hogy van-e költségvetési keret. Költségvetési keret van, akkor mi hiányzik most? Az, hogy partnereket találunk, így a tömbház lakókkal, a csíkszeredaiakkal, lakószövetségekkel, partnerségben igyekszünk minél nagyobb listát felállítani, és utána elindulni a bürokráciának azon útján, amivel eljutunk a programnak a gyakorlati beindításához. Hatékony munkafolyamatot tapasztalnak a helyi kivitelezőkkel, akik odafigyelnek a megfelelő minőségre és munkatempóra, ugyanez nem mindig jellemző az idegenből érkező kivitelezőkre. Mindenképpen jól halad a munka, amely hosszú távon megtakarítást jelenthet a tömbházlakók számára. Most amilyen gázár növekedések jönnek erre a szezonra, ez még egyszer bebizonyítja az, hogy egyszerűen az energiahatékonyság növelés nélkül nincs megoldás hosszú távon. Tehát ebben a hideg övezetben, ahol élünk, Csíkszeredában, Csíkban, de akár Gyergyóban is, vagy éppenséggel Kézivásárhely környékén, egyedüli út az, hogy fel tudjuk lépni az árdrágulások ellen, az, hogy a lakásainkat, tömbházainkat leszigeteljük. A városvezető elmondta, hogy bár a jelenlegi gazdasági helyzet nagy terhet ró a háztartásokra, a már korábban leszigetelt tömbházak lakói esetében árstabilizáció jellemző, tehát a kiadások akár a 7 évvel ezelőttiekhez hasonlíthatók. A nagyon régi tömbházak esetében már a kiadások csökkenéséről is beszélhetünk. A folyamatban lévő munkálatok tehát sok szempontból fontosak. Csíkszereda önkormányzata ezért is ragaszkodik a projekt folytatásához. Október 1-jéig kellett tenniük a cégeknek a valós kedvezményezetről szóló nyilatkozatot. A pénzmosás elleni és terrorizmus megelőzése érdekében létrejött törvényt Románia az Európai Uniós irányelvek alapján foglalta bele a hazai jogrendszerbe. Célja, hogy kiszűrjék a gyanús tranzakciókat, és legyenek nyilvánosak a különböző pénzmozgások valós kedvezményezettei. Minden cég és gazdasági társaság köteles október 1-jéig letenni a valós kedvezményezetről szóló nyilatkozatát. Elmulasztása 10 000 leig terjedő büntetéssel szankcionálható, de maga után vonhatja akár a cég felszámolását is.
A leadási határidő többször is halasztódott, elsősorban a koronavírus járvány miatt. A nyilatkozatot aláírhatja a cég képviselője, és postán vagy futárszolgálaton keresztül lehet továbbítani, de már létezik egyszerűbb eljárás is. A nyilatkozatot elektronikus formában is be lehet küldeni a cégbíróságra, ha a cégvezetőnek van elektronikus aláírása. Sőt, ha nincs, akkor egy felhatalmazás alapján beküldheti a könyvelője, akinek van elektronikus kézjegye. A pénzmosás és terrorizmus megelőzése céljából ismerniük kell a hatóságoknak, hogy bármelyik cégbe, jogi entitásba ki a valós kedvezményezett. Ez azt jelenti, hogy például a cégek által termelt gazdasági haszon, pénzforrások végső felhasználója, végső élvezője, az mindig egy természetes személy, vagy több természetes személy, és hogy ezeket a hatóságok ismerjék. A civil szervezetek esetében a jogszabály többször módosult. Jelenleg a valós kedvezményezetről akkor kell nyilatkozatot tenniük, ha az alapítójuk nem egy konkrét személy, hanem például egy nagyobb cég vagy cégcsoport. A szakértő továbbá elmondta, hogy a 2021-ben alapított cégeknek nem kell letenniük a nyilatkozatot, mivel ők ezt már megtették a cég alapításakor. Nézzük még egyszer röviden a nap fontosabb témáit. Jövő hét 2 lesz elérhető a harmadik emlékeztető koronavírus elleni oltás a Gyergyószentmiklósi Oltóközpontban is. Laptopokkal és okostáblával gazdagodott a százszor szép napközi otthon felszerelése. Növekedhet a hőszigetelt tömbházak száma Csíkszeredában, továbbra is remélik a lakószövetségekkel való jó együttműködést. 7 percek után a román nyelvi műsorunkat tekinthetik meg. Köszönöm a híreknek szánt figyelmet, viszontlátásra! Műsorunk támogatója a Diego Áruház.